A mai videóban a foszfor hatásairól, tulajdonságairól és pótlásáról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A foszforról nagyon kevés szó esik, pedig a kálcium után a foszforból, pontosabban a foszfor különböző formáiból van a legnagyobb mennyiség jelen az emberi testben. Annak ellenére, hogy nem hallunk sokat róla, a foszfornak a nátriummal, a káliummal, a kálciummal és a magnéziummal egyenrangú szerepe van a szervezetünkben. 700 mg-ra van szükségünk belőle alapszinten naponta, ami például a magnéziumhoz képest dupla mennyiség. A foszfor az energiatermelődésben, az erőnlétünkben játsza a legfontosabb szerepet. Az ATP vagy teljes nevén az adenozin trifoszfát molekula, az élet tüzelőanyaga, az élősejtek legfontosabb energiaforrása, a baktériumoktól kezdve, a növényeken át, egészen az emberig. Az ATP molekula lényegében az ételeinkből származó energia legfőbb raktározója, és a felépítéséhez, ahogy a nevében is benne van, foszforra van szükség. Minden egyes sejtünk fala egy kettős zsírrétegből áll, amit foszfolipidnek is nevezünk, azaz a sejtfalaknak zsír és foszfor a fő összetevője. Tehát a foszfor fontos szerepet játszik a sejtjeink integritásának a megőrzésében is. És végül a harmadik nagy hatóterülete a szervezetünkben, a csontok és a fogak egészségében betöltött szerepe, a kálciummal együtt a csontok és a fogak fontos építőelemét képezi. Ezen kívül sok más folyamatban is részt vesz, például a vérképzésben, a DNS felépítésében, a gyomor pH-ban. Nem meglepő tehát a fentiek alapján, hogy a foszforhiány leggyakoribb jelei a fáradékonyság, az izomgyengeség, a gyakran elromló fogak, a gyenge csontok, például a csontfájdalom vagy a gyakori csonttörések, illetve a kálcium lerakódások az ízületeknél. A foszfor a kálciummal működik együtt, hasonló párt alkotnak, mint a nátrium és a kálium, ezért ha mondjuk túl sok a kálcium, tehát kálcium lerakódások vannak a szervezetünkben, merevek a végtagjaink, a vállunk, messzesek az erek, gyakran vesekő alakul ki, tehát sok a kálcium, a foszfor bevitel megemelésével ki tudjuk egyensúlyozni valamennyire ezt a kálcium túlsúlyt. A legjobb foszfor források a kagylók, a szardínia és más tengeri halak, a tökmag, a sajtok többsége, és általában a húsok, de sok minden másban is benne van a foszfor. A gabonafélékben is van jelentősebb foszfor, csak az esetükben az a helyzet, hogy tartalmaznak fitinsavat is, ami viszont gátolja a gabonákban lévő ásványi anyagok nyomelemek, így a foszfornak a hasznosulását is. Persze tartalmaznak a gabonák egy enzimet, ami viszont képes lenne semlegesíteni a fitinsavat, csak hogy a gabonák ugye rengeteg feldolgozási eljáráson mennek keresztül, és mire kenyér, vagy tészta, vagy sütemény lesz belőlük, már addigra már ugye nem sok enzimet tartalmaznak. Az alacsony foszfor szint esélye megnőtt cukorbetegeknél, a túl sok alkoholfogyasztása miatt, krónbetegség vagy más bélrendszeri gyulladás megléte alatt, illetve savlekötők és protonpumpa gátlók szedése esetén. A foszfor az idegrendszer gyorsítója, a szimpatikus idegrendszer gyorsító funkcióját a foszfor szabályozza. A szimpatikus idegrendszer ugye az az idegrendszeri rész, amely a stressz helyzetekben kialakuló stressz válaszokért felel, vészhelyzetben az egész rendszer egységes egészként aktiválódik. Tehát amikor helyzet van, amikor stressz van, amikor pörgés van, amikor edzünk, rengeteg foszfort használ a szervezetünk. És végül fontos arról is beszélni, hogy a szénsavas üdítő italokkal, ha folyamatosan fogyasztjuk őket hónapokon, éveken át, foszfor túlsúlyt okozhatunk a szervezetünkben, ami előbb-utóbb problémákhoz vezet. Azért teszik a foszfort a szénsavas italokba, mert a foszfortól enyhén csípős jellegű lesz az ital, illetve penész és baktérium ellenes hatása is kifejt, tehát tartósítószerként is funkcionál. A rendszeresen fogyasztott foszfortartalmú szénsavas italok hosszú távon azért vezetnek csontproblémákhoz, mert a sok foszfor bevitelével felborul az ideális kálcium-foszfor aránya csontoknál, foszfor túlsúly alakul ki, ami a csontok gyengülését eredményezi. Ugyanezen hatás miatt, meg persze a bennük lévő cukor miatt, romlanak a fogaink is a szénsavas italoktól. A videó leírásába betettem több hivatkozást, ahol megtekinthetjük az egyes szénsavas italoknak a foszfor tartalma. A foszfor túlsúly miatt a csontokból kioldott kálcium az erekben fog lerakódni, ami szív- és érrendszeri gondokat, messzesedést okozhat. A sok foszfor nagyon káros lehet a vesékre is, tehát a szénsavas italok éveken át történő rendszeres fogyasztásával
csontok és a fogak mellett a veseinket károsítjuk még nagyon. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a foszforról, kedved a videót, oszd meg másokkal is, e-mailben, közösségi oldalakon. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.